Az elmúlt hónapok szeles és esős időjárása az egyik székesfehérvári állatotthonban is éreztette hatását, ugyanis egy 12 éves épületének tetőszerkezetéről a szél leemelte a fedőlemezeket. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék pedig befolyt a tető alá, így a menhelyen most minden segítség elkél. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert gyakorlatilag ezek a folyamatos áremelkedések, ezek most már ott tartanak, hogy a rezsiköltségeink most már több mint 50%-át teszik ki a kiadásainknak, és ugyanakkor ugye az átegészségügy is az, ami, ahol emelkednek a költségek, bérköltségek folyamatosan nőnek. Tulajdonképpen egyáltalán nem tudjuk kigazdálkodni, talán még a működtetés sem, de az, hogy karbantartásra legyen pénzünk, az végképp lehetetlen, és ezért fordultunk a Facebook közösséghez. Szerencsére hamar érkeztek is a felajánlások a Heroshoz. Egy székesfehérvári cég a teljes tetőfedést elvállalta. A munkálatok pedig el is kezdődnek, amint az időjárás azt engedi. Ha beázik a tető, akkor ott az alatta az a fa létezés az tönkre mehet, és ugye az egész épületnek az állagában keretkezhet ugye nagyobb kár is. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt minél előbb elhárítsuk, és az is nagyon jó, hogy megkaptuk az anyagokat adományként, és önkéntesek pedig jelentkeztek, akik majd fel fogják rakni ezt a tetőfedő anyagot. Nyilván itt hát az időjárás azért olyannak kell lennie, hogy lehessen dolgozni, de bízunk benne, hogy ezt minél előbb meg tudjuk csinálni. Nem csak az épület renoválásához várják az önkénteseket, szombatonként ugyanis közös kutyasétáltatást szerveznek a menhelyen, amely egy kiváló szocializációs lehetőség a kutyusoknak is.